Természetesen nagyon sokan szeretnék, ha nem kellene telefonfülkét keresgélniük, hanem saját otthonukban is ott állna a készülék. Nekik, a potenciális telefonigénylőknek küldött a Magyar Posta nemrégiben meglepően kellemes hangvételű levelet, amelyben adatszolgáltatásra kéri fel ügyfeleit. Hogy mindenre miért volt szükség, már is megtudják Szűcs Imre riportjából. Gál Bélát, a pécsi városi távközlési üzem vezetőjét kérdezzük. Ez a felmérés nem jelenti azt, hogy most telefont kap az illető, és nem is jelent távbeszélő igényfelújítás, mert mindenki továbbra is, ha nem is reagál, a régi nyilvántartásunkban továbbra is nyilvántartunk, tehát reklamáció esetén esetleg még 10 év múlva is nem selejtezzük ezt a régi adatainkat. Viszont közös érdek ez a pontosítás. Egy változhat az ügyfélnek a beosztása, foglalkozása, családi körülményei, mely adat az odaítéléskor figyelembe lesz véve. A visszaélések elkerülése egy nagyon fontos dolog, a személyszám adat alapján kontrolláljuk. Volt erre példa a visszaélésre? Volt. Talán nem is szándékos, hanem huncutságból, vagy családon belül azonos név, rég meghalt már a távbeszélő előfizető, és az áthelyezést hasonló néven kérték, és behívtuk adategyeztetésre, hát az előfizető az kb. 75 éves volt, az azonos nevű igénylő pedig 20 éves. Ennek megvan a jogi kerete, hogy hogyan kell csinálni, nem érdemes ezzel visszaélni. A másik dolog, hogy azonos nevű emberek élnek egy-egy 10 emeletes épületbe, és a tévedések elkerülésére szükségesnek tartjuk, hogy a személyi száma is bent legyen az illetőknek. Az a tapasztalatunk, hogy a megkeresett leendő ügyfeleink készségesen segítik ez irányú munkánkat, egy-két kivételtől eltekintve. Természetes, mint minden ilyenben van ilyen, és ez nekünk nagyon jól esik, és kevésbé zökkenőkkel tudjuk ezt a nagyon fontos munkát végrehajtani. Hadd kérdezze meg néhány általános, de számunkra igen fontos dolgot. Mire számíthat most az, aki Kertvárosban lakik és telefonigénylése van körülbelül? 1992-ben egy 10 000 kapacitású társközpont épül a Hajdú Gyula utca végén, az Offotértel szemben lévő területen, és akkor a jelenlegi várakozók, bízom abban, hogy ennek a financiális fedezete, ez több konstrukcióból tevődik össze, meg lesz, a tervek elfogadottak, indítás előtt állnak, és az ott lakók valamennyi várakozót ki tudjuk elégíteni. Mennyibe kerül most egy telefon? Szólóállomásonként 12 000 forint, ikerállomásonként 8 000 forint fejlesztési hozzájárulást, vagy belépési díjat, ennek különböző neveket adtak. Kell fizetni, ez biztos. Viszont a távbeszélő állomás felszerelési költségei az az állomás felszerelési helyétől függ, mennyi anyagot, mennyi munkaidőt és milyen berendezést kér az illető. Ha minden a tervek szerint halad, akkor 2 éven belül valamennyi kertvárosi telefonigénylő lakásában megszólalhat a telefonkészülék. Az itt látható épület ugyanis az átadás után telefonközpontként működik majd, amelyben egy 12 000 állomásos digitális, vagyis tárolt programvezérlésű rendszer biztosítja a telefonbeszélgetést. Ebben a városrészben jelenleg 8 000 igénylőt jegyeznek. Beruházó a távközlési vállalat, az összköltség meghaladja a 500 000 forintot. A telefonközpont a Hajdú Gyula utcában épül, a nemrégiben átadott gyógyszertár mellett.